Comunque a me di un timban. Vi siete coagulati? Ma di così un haveroknak kéne lennünk, nem? Nem. Elég, ha csak ketten vagyunk. Figyelj, csak simán lehet az, hogy mindig ketté válunk. Hallott, hogy húzunk a gecibe. Úgy Nehogy már kezdjük, Bati úgy kezdjük haverok, a mesét, hogy te tényleg mész ott jobbra, én vagyok balra. a bárban. Direkt azért hoztam ezt a cigányt, mert néztem, hogy úgyse leszünk badik. Most a cigány ez melyikre vonatkozott? Mind a kettőre. Jaj. Szóval a Szentit bemeséltem volna a Dark Avengers mesébe, akkor lenácizott. Körülbelül úgy néz ki. Istenem, mind a kettő nem, badik nem leszünk. Badik semmiképpen nem leszünk. Egy jó csapat lehetünk ketten, de badik nem. Semmi gond, úgyse fogtok harcolni. Persze. Ez jó. Fiak, hogy minek hoztuk a War Machine-t, tehát ez teljesen felesleges voltak. Van combat expertje is szerintem a War Machine-nak. Egyébként a War Machine-nak a combat expertje csak 8-as, tehát nem, itt most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy... Na mindegy. Minek hoztam War Machine-t, még nem is... Nem van is. Egy... Egyébként itt első jó vagyok Badiba, én D8-as vagyok Badiba, te vagy a purka. Van kavertje, és van tekje, és van... Ja, annak minden van. Tehát ez... Biznisze is van, az biztos nagyon fontos minden mesében. Jól állt az akó. Az a kocka, még nem láttam, hogy valaki bevet volna egy dobásba. Tudod, mi, egyébként azon gondolkoztam, amikor építettük mi a játékot, hogy mondtad, hogy kereskedő, tehát az megint az, hogy az, amit soha nem használunk, de itt is az, hogy lehetne azt csinálni, hogyha nincsen olyan skill-el vagy specialty-d, akkor a biznisz az bármikor helyettesítheted, hiszen a jó kereskedő az mindig mindent tud szerezni, és akkor a resource-t azt abból építed. Hallod, én resource-re jó, de dobásra soha senki nem fogja használni. Azt magyarázzatok meg nekem, hogy lehet, hogy a War Machine, aki egy kibaszott katona, egész életében csak egy sima, egyszerű tengerészgyalogos volt, annak a tech masteria van, tech master D10-e van, még a radioaktív ember, akinek a 6 különböző PhD és 4 diplomája van, és zseni, annak a tech masteria 8. Hagyjad, de a science-e is. Ez hogy lehet? Szerintem ebben nem menjünk bele egyébként úgy, hogy ezek 50 State Initiative-os karakterek, ami egy viszonylag elbaszott könyv. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy a mókus lánynak nincsen akrobatikája. Tehát, ha, igen. Meg kavertje, tehát így... De amúgy van rohadt nagy reflexe, meg ugrása, meg falmászása, meg minden. Tehát ugyanez Venomra is igaz, hogy a 50 State Initiative-ot szerintem azért nem gondolták át kétszer. Igen, kétszer biztos nem. Ránéztek, hogy jó lesz ez? Persze jó lesz. Ez körülbelül olyan, hogy a narrátor, aki lehetne dobni ezeket a karaktereket valószínűleg. Mert ugye a karakteralkotása a rendszernek ugye egy random generátor. Igen. Na. Legutóbb ott fejeztük be, mert nem volt itt a játékosok fele a legutóbb, akik most itt vannak, hogy történt két hatalmas szökőár, Amerika két gyakorlatilag átellenes pontján, egyik másik akkor jelenlévő a technikában és a tudományokban jártas hős szerint ez nem volt természetes jelenség. A két szökőár közül az egyik az a Miami-nak a nagyon szép tengerpartját gyalázta le, a másik az a San Francisco-i öblöt. Miami-ban éppen ott tartózkodott egy kisebb csapatnyi szabadúszó szuperhős, akik igyekeztek védeni a pánikszerűen menekülő polgárokat. Ez viszonylag limitált sikerrel, de sikerült. San Francisco-ban már csak utólagos helyesbítést lehetett végrehajtani. A SHIELD oda küldött néhány katasztrófákban jártas szakértőt, hogy kivizsgáljanak egy különös jelenséget, ami egy köd volt, ami belepett néhány utcát. A köd az felszívódott, előtűnt valami különös, ki tudja honnan jött ilyen csápos polipszörny, amivel hát
a mellékelt ábra mutatja, hogy mennyire sikeresen, de sikerült megküzdeni. Mellékelt ábra? Milyen mellékelt ábra? Az a rengeteg kocka, ami ott van alattatok, azok a szerzett sérülések. Mi úgy kezdem a játékot, hogy van egy 8-as stresszem, meg egy 10-es? Nem, egy 10-es stresszem és egy 8-as traumád. Na ne bassz! Hát ez konkrétan úgy nézett ki, hogy így volt ez a cucc, ami embereket evett, és Venommal megpróbálták megenni egymást, és a... És a hidronyát. Igen, tehát a cucc az viszonylag kitépett egy darabkát Venomból. A kurva életbe. Nekem nincsen unnaturális szaminám. Nincs neked semmit. Te csak egy nagy, fekete tintapaca vagy. De nem az a DC-ben van az a karakter. Ja, igen, És most így kezdjük a játékot, semmi ízés, szuperhuman stamina, meg ilyesmi nem állítja helyre. Majd mindjárt lesz egy transition színönben, majd dobálhatunk recovery-t. De egyébként van staminát, hogy ne lenne, ott van a staminát. Jó, rájöttem. Ja, és abból gyógyulunk, nem durability-ből, mi? Nem, a durability az ellen, de azon is van. Ez van, az kettő is van, hallod? Hogy tudott ez belém harapni? Abba kapásból D10 és D8-at dobok. És szar. Hát, a szar az a dobás után hangzott el. Valaki játszott a Venomot az előzőben? Aha. Ugyanaz, aki a lényt. A... Balázs volt, nem? Igen. Na hát, ha ezt tudom... De úgy, hogy mert elhasználta az összes jó dobását, amikor a lényt használta, vagy a lényt... A lény az egymagába leküzdötte a cunaminak a teljes fenyegetését, aztán a Venom egy ilyen kis adag makrélával nem bírt el. Ha ezt tudom, akkor jobban oda figyeltem valamivel jövök. De nem baj, mert Venom így is magány. Igen. Majd megint recovery dobással fogjuk kezdeni a játékot, az mindig jó. Nagy vonalakban elmondtam, hogy mik történtek. Máté még ott volt, az ő ki egészítheti a dolgokat. Várj Máté, egy igen? percet adjuk, mert el kell mennem vécére, azt jövök vissza. Oké. Addig, Gábor, én azt láttam, hogy azt írta a Jani, hogy most ébredt fel. Már... Benne is van, jó van. Okay. Benne van, majd megtalálja előbb-utóbb a Roll20-at is, ami egy ilyen 5x10 perces folyamat. Hát lesz az több is. Szia, Jani! Csőztök! Egy rövid csak a recap rész volt meg, úgyhogy összefoglaltuk, mi történt eddig, illetve Gábor összefoglalta. Jó, itt volt a múltkor is. Igen, azért mondom, hogy nem maradt ki semmiből, mert őneki ez nem volt annyira érdekes. Anyám! Azt mondom, neki mind a két karaktere úgy alapvetően rohadt gyorsan gyógyul. Azon gondolkozom, hogy valakinek D8-as stamina, tehát hogy ilyen staminája van, akkor az annyit gyógyul-e alapvetően a transition színben? Vagy az gondolkodás csak a dobással van? Hát szerintem, hogyha fölé dob, akkor eltűnt. Visszatért. Dobni kell, tehát alapból nem. Szerintem PP-vel gyógyulhatna csak. Hát meg a recovery dobással, ugye? Tudom, csak a recovery dobás helyett PP-ből. Tehát, hogy alapból ugye nincsen... Tehát, vagy a recovery dobás után PP-ből. Tehát a PP-t az bármikor költheti. Igen. Persze, jó, a recovery dobásnak ugye megvan az a kockázata, hogy lesz benne egyes. Uh-huh. Dobásnak a... Arra gondoltam, hogy recovery-t csak egyet lehet dobni egyfajta stresszre. És az, hogy PP-t költök, tulajdonképpen az a dobást helyettesíti, de... Jó, ez ugyanaz, hogy a mondhatja akár a akciójelenet első körében is. Tehát ez igazából egy ilyen nüansz lényegtelenség, hogy mikor mondja azt, ugye... Nem, mert akkor az meg már healing faktor kell, hogy akciójelenetben csináljon. Igen. Tehát a transition-ben viszont csak egyszer lehet dobni. Azt írja... Igen? Azt írja itt... hogy... Várjál? Ja, igen, ez jó, jó helyen vagyok. Minden egyes hősöd azonnal visszamegy egy stresszt a transition szín legelején. De azt már visszatekertem, Gábor, mert ezek ennél nagyobb kockák voltak. Ja, jó, oké. Tehát akkor egy. Nem is úgy emlékszem, ugye, Gábor? Igen, a trauma az meg nem csökkent, tehát... Ez meg nem. Mindenki a D12-től, emlékszem, hogy Herkules is a... Herkulesnek ez úgy nézett ki a pályafutása, hogy
akkor kiállok a cunami elé, mert engem nem fog megállítani holmi tengeráradat. Így van. Évettem. Nem igaz, hogy ez a technika már megint. Na, mégis játszol. Hát azt nem mondtam, hogy aktív leszek, de itt vagyok veletek mindig. De a team már megvan, mert... A team kockát begyítettük. Ó, hála az égnek. Én most mérgelődhetek, mert nekem az a legrosszabb, de oké. Nézd, én mehetek is. De éppen mondtuk, hogy... Ádám most nagyon szeret téged. Így van. Na, várhatok, hogy nyomorult gépezet, mozdulj már meg. És te hogy lehet ilyen szarul szerkeszteni egy könyvet? Hát megőrülök. Én is ezt mondom, és senki nem hiszi el. De hát hogy nem. Valami rettenet. Én is csatlakoztam ehhez. Tehát ez képtelenség benne megtalálni valamit, és össze... Tehát minden dolgot két helyen ír le. Vagy három. Egyébként a mágus értékára emlékeztet, csak abban még index sem volt. Tehát ez... Két helyen van leírva a recovery action, de az nincs ám odaírva, hogy, hogyan gyógyulsz föl, az nincs. Tehát az nincs. Na, de lehet dobni. Azt tudom, hogy lehet dobni, de hogy mi történik, amikor dobsz? Amilyet dobsz, a gyógyulásod az, tehát hogy olyan szintű stresszt fogsz javulni. Tehát hogyha dobsz egy D8-as értékű hatáskockát, és 8-as stressz van rajtad, akkor meggyógyultál. Amúgy a trauma sokkal komplikáltabb, az csak szép lassan tud felgyógyulni, de akkor egy játékmechanikai... Arra is, traumára is lehet dobni. Arra is lehet dobni, csak arra viccesebb. Jó, oké, akkor megbeszéltük. Na, akkor folytassuk a játékot. Na, szerintem, hogy legyen egy kis játéktechnikai bemelegítés is. Ja nem, még ott tartottunk, hogy Máté elmondja, hogy szerintem mi történt még legutóbb, ami fontos volt. Igen. Tudja, annyi, hogy kihagytad Amerika kapitányt, hogy ő is ott volt. Jól elküldtem, de ő is azért becsatlakozott, és a legvégén még be is segített egy kicsit. Úgyhogy... Igen, ez úgy zajlott, hogy ott volt Amerika kapitány, War Machine mondta, hogy húzza a fazba, neked nincs semmi jogod itt lenni. Amerika kapitány durcosan követte őket egy sarokkal hátrébről, végignézte, hogy a tengeri szörny aprólékot csinál belőlük, aztán leütötte a szörnyet. Hát nem pont így, de azért besegített. Na jó, szóval lényeg az, hogy és ez egy kicsit most érzékenytalan vagyunk, mert hogy Amerika kapitány látott valamit, amit mi nem láttunk. És én azt gondolom, hogy a War Machine, miután észrevette Amerika kapitányt, hogy besegít, valószínű egy ilyen békejobbot nyújtani fog. Nyújtana neki, vagy nyújt neki. Jó, azt majd lejátszhatjuk. Majd kinek a békejobbját? Shield vonalról akarom majd folytatni. Jó, mert az a kérdés, hogy Amerika kapitány elmondja, vagy nem mondja el, hogy mit látott a falon kiírva. Ott volt az egyetlen nyomunk tulajdonképpen, minden mást azt eltúrtunk csúnyán. Mintát szereztünk a lényből? Vagy ezt majd vissza kell? Hát az még most ott vagyunk, hogy éppen pihegünk, és most harapjuk ki a mintákat. A lénynek a maradványai az még, hát el vannak temetve, tehát ott fejeztük be, tehát ez a D12 kockás vége lett a történetnek, tehát a jelenet végén már sikerült épület darabokkal félig meddig betemetni a lényt, éppen vadul harcoltatok, amikor az épület szerkezete megadta magát a különböző nem teljesen szakkönyv szerinti felhasználási módoknak, meg a rengeteg rakétának, ami mellé ment, War Machine jó voltából, és gyakorlatilag ráomlott a szörnyre, akinek nem voltak olyan jó reflexei, mint a többieknek. Úgyhogy... Fenomenális. Úgyhogy az történt, hogy az épület az maga alá temette a szörnyet. Meg ugye nyilvánvalóan mindenféle nyomot, ami még esetleg benne leledzett, és amit nem sikerült kivizsgálni. Tehát a shieldes második jelenet az így eléggé katasztrófa helyzetesen zárult le. Jaj, urak, linkeljétek már nekem még egyszer, hogy itt bármire megtalálom, megőszülök háromszor. De ott volt két megjegyzése korábban. Az rendben van, csak a megjegyzés, mire megtalálom ezzel a hihetetlenül szép örgetett kocival. Figyelj csak, egyébként, ha elindítod a Rohúzt, akkor neked nem mutatja ott ezt a Marvel szuperhírós kampányt?
Mert tehát most múltkor jöttem a múltkor, most pár percet néztem, hogy nekem az ott mutatja, hogy, hogy én abba szoktam belépni. Aha. Jó, itt van. Drága jó anyám, hát. Elhúztatod az előre. Na jó, kezdjük még egyszer. Ha esetleg menet közben elhallgatok, akkor kifagytam. Még valami? Nem vagyok Rothschild papa. Jaspers és Venom együtt dolgozott a Thunderboltban. Ez jó tudni. Kicsoda? Kicsoda? Justice és Venom. Justice nem, ő Avenger. Ő nem. Akkor ez rossz ez a kép. Lehet, hogy a eredeti sztoriban van ilyen, de Justice nem volt Thunderbolt, azt hiszem. Bár ő is büntetett előire. Azt a mocskos. Lehet, hogy ezt kell valakivel már. Igen, lehet. Ugyanolyan ruhájuk. Mégse ő az. Melyik képet mondod őket? Drága, egyetlen fogár. Hihetetlen. Kéne 3-4 markos fickó, aki megtolja a biteket a gépembe. Hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy az épület a lényre, mindenkit jól szétabált, és a lény meghalt. Igen. Most a szitává rombolt városban, ahol fuldokló emberek, meg sikoltozó anyák próbálják keresni a gyermekeiket a romok között, ott áldogálunk. Ezt a morált most valahogy nem tudom átérezni. Jól mondtam? Nem, én Mátétól hallatszanak ilyen mindenféle gyereksikolyok, meg ilyenek néha. Írhatom a háttérzenét a kolonthoz. Ja, na, még Jánosnak bútol a tudata, akinek a karaktere az legutóbb valamilyen sérülés szenvedett el valamelyik, az dobhat recovery dobásokat. Basic game-re nem lesz szükségem azt, de szükségem lesz azért szenvedett. Basic game, és kell nekem 50 state is. Printer friendly-vel kielégszem. Jó, akkor kezdjük War Machine-nal, mert megsérült. Ez rossz. Mi van? Kemény lesz ez a hőseinknek ez a következő szekció. Na, megtaláltam. Majd egy viszonylag hosszabb transition fog következni, úgyhogy el lehet mondani, hogy hogy akarod majd a gyógyulást appellálni. Máté! Igen. Na, neked kéne majd War Machine-nal recovery-t dobnod. Jó. Már a kíváncsiak a műegyben. Na jó. Következő. Hagyjatok békén, neki állok egyedül szerelni. Szóló. Bekapcsolom a páncélnak a belső diagnosztikáját, úgyhogy Cybernetic Senses. És Techmaster. Ezzel ugye én tulajdonképpen a páncélnak a fizikai sérülését javítom, de hát az sérült meg leginkább, nem én. De ügyes. Gábor, mehet így a dolog, vagy? Hát, határeseddel legyen. Pedig én tudom, hogy megjavítottalak volna. Mekkora szöveg, ez tetszett. Bekapcsolom a diagnosztikát, Cybernetic Senses. Tőlem lehet ének-e számítani, ezért szoktam mindig Gábort megkérdezni, hogy engedi-e vagy nem, mert én csúnyán mindenbe berakok mindent. Tanulok tőled, várjál. Ez egy nagyon-nagyon pontosan meghatározott szabályok szerint zajló játék. Nem. Igen. Ja, bocsánat, ezért azt nem mondtam, hogy az égvilágon semmelyik distinction nem jó ide. Tehát, hogy... Az semmi. Ez... Ez ilyenkor mi van, Gábor? Tehát, hogy egyetlen nyom volt distinction, tehát se látom, hogy... Tehát se az enforcing a little coexistence, se a non...
Vagy Enforcing a Little Coexistence, de elküldtem őket a sunyiba. Akkor azt használom D4-ként. Kicsit a nyelvészek játéka is, nem? Szerintem... Rakétavető kémiai vegyületével égetett ki a sebet, ami a lábadon nem, de gondolkoztam rajta, hogy a repulzor adta magat a mar. Közben dúdolgatod a tengerészgyalogos mottót, és akkor Sam Perfi. Aha. Nem. Nem, nem, jó lesz nekem ennyi. Na tehát akkor azt mondja, hogy szóló. D8, D10, D4, és akkor a Techmaster D10, 4 kockám van. Nagyon kevésnek tűnik. Miért van ilyen kevés kockám? Nekem több kockám szó. Mi? Blad, blad, blad. Jó van. Nesze neked ott egy dompulpakot, pötty. Ha megveszed. Nem is lett olyan rossz. Hogy lett ebből D4, barátom? Hát úgy, hogy én ezért használtam, nem használtam fel a Sam Perfit végül, hanem azt mondtam, hogy Enforcing a Little Coexistence. Én lennék a mesőre, most fölhúztam volna. A szemöldökömet. Ez a distinction rendszer egy viszonylag ilyen nem teljesen stabil lábokon álló része a játéknak, de... Mondhatni kaotikus. Hát ez tulajdonképpen szabadon megvetted akkor, Gábor? Meg, legyen plot pointotok, mert legutóbb abban haltatok bele. Jó. És nekem alapból mennyi volt? 0 vagy 1? 1. 1, akkor most 3 van, ugye? Mhm. Jó. Viszont... sikert kell elérni? Tehát vagy csak dobsz? Ez úgy néz ki, hogy mondjam, hogy most azt mondja, hogy ha mutatja, hogy 16 D8-as effekttel... És akkor mi történik? Akkor gyógyítem egyetlen valamit? Hát, hogyha aládobok 5-tel, akkor igen. Már nem értem, te ellen dobsz a Doom Pool-ból? Aha. Uh-huh. Amihez még hozzájön a sérülése. Az egy 3D10 plusz 4D6 jelenleg. Ez fasza. Vagy pedig azt mondom, hogy 11, és akkor elég simán dobni. De ez a kettő pont ugyanazt jelenti. Jelenleg igen, mert 5 a külön. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy 16, mert még hogyha... az effekt kockám nem is elég nagy, akkor is legalább nem az van, hogy hibás dobás. Tehát, hogy akkor meg romlik a hely az állapotom. Azt hiszem, hogy... Azt... Hát ezt recovery-t csak meg kell keresnem, mert ezt nem tudom. Jó. Semmi nincsen ott, nehogy azt... De bejött, sikerült. Na, viszont penetránsan dobtam. 9, úgyhogy sikerült végrehajtanod. És most akkor ezt csökkentettem egyre, vagy eltüntettem? Ez most ilyenkor... Eltüntetted, ez stressz volt. Oj, kőkemény! Megszereltem az páncélt. Megszereltem. Ne arra, hogy nincs rokonságba véletlenül valami MacGyver nevű fickó. Nem, mert voltak hozzá szerszámaim. MacGyver, azért az hajtűvel, meg nem tudom, mivel csinálja. Ezért is fáci kutykával. Jó. A Venom is jöhet, neki ugye az a nehézsége, hogy neki van traumája, meg stressze is. Kettő közül csak egyre dobhat? Szerintem dobhat mindkettőre felőlem. Hát akkor megpróbáljuk lerázni magunkról ezt a sérülést, még hozzá. Eltűnök egy kicsit vadászni olyan emberek, akik már úgyis meghaltak ebben a cunamiban, tehát nincs is elég szükségünk igazából. És étkezéssel fogjuk fölhúzni a szimbióta maradványait. Úgy döntöttem. Méghozzá szerencsétlen élő emberek. De jó, megúsztuk a cunamit. Megúsztátok a cunamit, de engem nem. Ez így jó lesz? Itt ugye az a gond, hogy te ugye War Machine felügyelete alatt állsz, és... Hát most mondta, hogy menjünk el a gecibe, és ő elmegy szerelni. Én félrehúzódtam szerelni, igen. Hát akkor én meg elmegyek a kutyába.
Így van, a főnök nem figyel oda, tehát. Jó. Ez két esélyes, de igen. Hát ő, mondta, hogy ő elvonul. Ha ő elvonul, én elvonulok. Majd visszajövök. Hogyha sokáig vagy távol, akkor elkezd nagyon fájni a fejed. Jó tudni. Hát legalábbis, hogyha megnyomja a gombot. Szólod el a gombok. Brutál killer D8. Superhuman stamina D10. Menace expert D8. Menace, mi van? Hogy? Igen? A menisz az hogy jön bele? Embereket eszem. Olyan legyen crime. Legyen. Ennél többet nem tudom. Kicsi villával specialty nincs, úgyhogy... Várjál, és akkor van egy olyan... Figyelj csak, most halkan sugok még esetleg a shapeshifting. Én is eszembe jutott, de nem akarom túlhúzni a mesélő érzékenységet. Hagyjuk ezt a shapeshiftinget, nem kell az. Azon gondolom, fókusz az most jó-e nekem, hogyha van. Hát hány kockád van? 4 vagy 5? Most 4 kockám van, 2D10 és 2D8. 2D8-ban tudok csinálni 1D10-et, vagy esetleg... Szerintem jobban jársz a 4 kockával. Senkinek nincsen... Ja, buddy, az nem jó. Oké. Nem mondom, ha lett volna valakinek esetleg medical expertje, akkor be tudod volna segíteni. Illetve még ugye a egy árva a plot pointodért vásárolhatsz esetleg egy stuntot arra, hogy az embervadászat az nagyon venomos. Tényleg igazad van, tényleg. Ha ennyire fontos neked, hogy most levedlesd ezt a D10-es stresszt. Le kell venni, hát én harcolni fogok. Hát de figyelj már, hát a D10-es stresszt az egy plot point úgy, ahogy van, le is vesz, és akkor dobni se kell, nem? Na, az kéne neki a izé. De transition színben vagyunk. Transition színben levettem egy plot point és akkor nem is kell dobni. Tehát ez a sima dobás helyett, ez bármilyen dobás helyett lehet használni elvileg. És ha akkor más staminád, akkor lehet, akkor is, ha nincsen izéd. Hát, most éppen azt beszélgettük, hogy... Hogyha van egy D10-es erőm, akkor én egy D10-es ajtót elvileg be tudok törni egy plot pointért. Az igen, de mondjuk a recovery az kicsit más, de legyen, hogy legyen végül is, ami gyorsított, az mind jó. Mm-hmm. Igen, szerintem is legyen, egy plot pontot elköltök erre, majd úgyis lesz még. Jó. Adtudok el a traumára. Jó. Felhúzom magam. Na, az egész kérem jó. Magam. Nincs itt semmi baj, még mindig én vagyok a legnagyobb király a környéken. Na nézzük. Hiányzó testrészeidet másokéval pótoltad. Így van. Ez biztos senkinek nem fog feltűnni. Uh-huh. Hát. Most se pört el egy cunami a várost, én nem aggódok. 13. Számít valamit. Itt meg 15. Uh-huh. Hát, hogyha Gábor nem akar még gonoszkodni, akkor jó. Majd azt hiszem, hogyha sikerül, én...